Köszöntöm Önöket, jó estét kívánok, ez a Kanizsa TV vasárnapi híradója. Fontosabb híreinket mutatjuk egy-egy mondatban. Muramenti malacságok, a legjobb bőléreket keresték Mura keresztúron. Dalos találkozó, 12 dalkör és énekkar mutatkozott be Palinban. Szurkolói ankét, kötetlen beszélgetésre várta drukkereit az UFC. Most pedig a részletek és további híreink. A malacságoké volt a főszerep tegnap Murakeresztúron. Már 5. alkalommal rendezték meg a Muramenti Malacságok elnevezésű egyházközségi böllérfesztivált. Az időjárás miatt szükség volt az 1800 négyzetméteres sátorra, amiben nyugodtan készítették a finomságokat a csapatok és szórakozhattak az érdeklődők. A fesztivál egy példás összefogás eredménye, hiszen a Murakeresztúr és Fityeháza alkotta egyházközség, valamint a két település önkormányzatai évről évre közösen szervezik a rendezvényt. A sikert jól jelzi, hogy idén már túljelentkezés volt a böllér versenyre. Hárman rendezzük meg, ezen a helyszínen mindig van változtatás, mindig próbálunk megfelelni a dolognak, és ahogy látszik, hogy a csapatok között, tehát bőven vannak csapatok, sőt valamikor még több jelentkező is lenne, tehát van ennek létjogosultsága, jól érzik az emberek magukat, a csapatok is örömmel eljönnek, mert ez egy, azt lehet mondani, ez egy találkozóhely. Bene Csaba szerint a rendezvény célja a kiváló hangulat megteremtése mellett a hagyományápolás is. Örülök különösen az ilyen rendezvényeknek, mert óriási szerepe van ma annak, hogy a hagyományainkat hogyan ápolunk, hogyan gondozzuk azokat a hagyományokat, amelyeket szüleink adtak ránk, hiszen a mai világban, ahogy már a konferenci is elmondta, nagyon kevesen látnak, nagyon kevés helyen nevelnek, viszont és kevesen élhetik meg azt az élményt, amelyben itt ma részük lehetett azoknak, akik korán kijöttek. A versenyre nevezett az egyházközség is. Igazi friss toroskáposztát készítettek a csapattagok, a finomsággal pedig egyben jótékonykodtak is. Étordóba is visznek majd az emberek, mert vannak ilyen betegesebb hívők, akiknek szívesen elküldjük az étordóba. Aztán mellette még egy kis lángost is sütünk. A gasztronómiai szakértők külön díjazták a legjobb leves, főétel, hurka, kolbász és töpörtyű készítőjét is. A díjak átadása után pedig zenés-táncos programok szórakoztatták a jelenlévőket. 4. alkalommal rendezték meg a palini dalos találkozót. A tegnapi rendezvény minden eddiginél nagyobb sikert aratott, hiszen összesen 12 dalkör és énekkar lépett fel a városrész általános iskolájának aulájában. A Dénes Sándor polgármester köszöntőjében a dalkörök munkájának és összetartó erejének fontosságát hangsúlyozta. Egy olyan kincset ápolnak és adnak tovább, ami a magyar nyelvről, a népdalról, a néptáncról szól, és ez mindennél fontosabb. Hajnalom, csillagom, nyőrű járom, egyetlen irányom. Nekik a rózsafa is. A fellépők között a szervezők nem hirdetnek versenyt, az együttlét és a közös éneklés a palini találkozó igazi célja. A házigazda nótakör idén is széles repertoárral készült. Népdalokat, csárdásokat, ilyen talpalábvalókat jobban, úgyhogy ilyen vegyes lesz a műsor, de szerintem mindenki jól fogja magát érezni. A dalos találkozóra érkeztek Zalaszent Balázsról, Eszteregnyéről és Bajcsáról is. A nagy érdeklődés miatt előfordulhat, hogy jövőre már a Palin iskola tornatermében találkozhatnak a résztvevők. Idén is egyeztetni kell adataikat a feltöltőkártyásoknak. 2018-tól folyamatossá válik, és évente kötelező lesz az előrefizető SIM-kártyák adategyeztetése, derül ki a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság közleményéből. Megközelítőleg mintegy 3,5 millió feltöltőkártya lehet érintett az idei adategyeztetés során, de a hatóság szerint emiatt már nem várható tömeges sorbanállás a szolgáltatóknál. A jogszabály szerint az adategyeztetést évente a szerződéskötéstől számított fordulónapokon kell elvégezni, viszont 2018-tól mindenkinek eltérő időpontban telik le ez az idő, annak függvényében, hogy ki mikor kötött szerződést, vagyis az adategyeztetések folyamatosak lesznek. Bejutott a dal 2018-as elődöntőjébe a kanizsai Horváth Szintia és zenésztársa Balog Tomi.
A fiatalok így már egyre közelebb vannak ahhoz, hogy ők képviseljék az országot az Eurovíziós Dalfesztiválon Lisszabonban. Szintiáik pontjaik alapján az ötödik helyen voltak, és mivel hármas pontverseny alakult ki, így a zsűri döntésén múlt, hogy ki jut tovább az elődöntőbe. Végül az ítészek úgy döntöttek, hogy a 24 éves horvát Szintia Journey Break Your Chance című zenéjét küldik tovább az elődöntőbe. A versenydal szövegét és zenéjét a kanizsai fiatal közösen szerezte Balogh Tamással. A dal első elődöntőjét február 10-én rendezik, azt azonban még nem lehet tudni, hogy Szintiáik mikor szerepelnek. Logopédusnak készül, de a színészet gondolatával is kacérkodik, bár ez utóbbira inkább csak hobbiként tekint Baj Bianca. A kanizsai versmondó szeptemberben kezdte meg felsőfokú tanulmányait az ELTE gyógypedagógia szakán. Az első vizsgaidőszak akadályait gördülékenyen vette, hosszú távú tervei közt a mesterképzés elvégzése szerepel. Mint mondja, a szíve visszahúz Nagykanizsára, és a versmondás is hiányzik neki. A helye még mindig megvan. Viszont nem igazán volt időm ezzel foglalkozni, tudatosan egyébként. Áprilisban lesz egy éve, hogy nem mondtam verset így versenyszinten. Ennek az volt az oka akkor az érettségi. Nyáron egyébként sincs szavalókör, szóval akkor ez amúgy sem folytatott ez a munka. És ugye szeptemberben átkerültem a Pestre. Fiatalok az Európai Erdőkben címmel hirdettek nemzetközi tanulmányi versenyt, a program magyarországi partnere az Országos Erdészeti Egyesület. Az erdő Európa egyik utolsó természetes, természetszerű életközösségeként számos lehetőséget kínál az ismeretek bővítésére, a pihenésre, a közösségi és egyéni munkavégzésre. Ugyanakkor országonként és régiónként más-más fák, bokrok és feladatok jellemzik. A vetélkedés célja, hogy a résztvevő középiskolás diákok megismerjék Európa és az egyes országok erdeit. A versenyre 2-3 fős 15 és 19 éves kor közötti diákokból álló csapatok jelentkezését várják. A megmérettetésen kötelező az angol nyelv használata, a felkészülési anyag a nemzetközi honlapról letölthető. A jelentkezési határidő február 25-e, az adatlapok megtalálhatók az Országos Erdészeti Egyesület honlapján. Tojástartókból és WC-papír gurigákból készítenek denevérbarlangot a Balatoni Múzeumban. Az intézményben márciusban nyílik egy időszaki kiállítás, amely a denevérek világát mutatja be az érdeklődőknek. A múzeum munkatársai azonban fontosnak tartották, hogy a tárlat megalkotásánál a környezetvédelemre is figyelmet fordítsanak. A barlang utolsó rögzítő elemét, a vászonanyagot készítik elő a múzeum munkatársai. Javában készül ugyanis a denevérek lakhelye. A szakemberek egy kartontáblára ragasztanak tojástartókat és WC-papír gurigákat, ezt fedik be szintén újrahasznosított papírral. Az előzetesen felragasztott elemek adják majd a barlang domborzatát. A színezéshez használt festék és a ragasztó is teljesen környezetbarát, és egy ősi technikát használnak az elkészítéséhez. Ezt úgy hívják, hogy papírmasé technika, amihez papírra van szükség és ragasztóra és száradási időre. Én könyv- és papírrestaurátor vagyok, ismerem ezt a technikát, és felmerült ez az ötlet, hogy így készítsük el a barlangot. Ez igazából egy nagyon egyszerű készítési mód, és olcsó, papírhoz mindig hozzá lehet jutni, és nagyon szépen ki lehet alakítani a barlang struktúráját, alakját kívánság szerint. A denevéreket bemutató kiállítás egy interaktív tárlat lesz, ahol főként a gyerekeknek kedveskednek különlegességekkel. A barlang mellett a látogatók megismerhetik a városokban élő bőregerek életét is, hiszen a múzeum munkatársai egy padlásteret is berendeznek majd. A tárlat fontos célja a szórakoztatás és természetesen az ismeretterjesztés. Az időszaki kiállítás két blokkból épülne fel, egy természettudományos része, amely a denevérek életét mutatná be, a másik blokk pedig, hogy hogyan jelenik meg a denevér a népi hiedelemvilágban, erre szeretnénk rávilágítani, hiedelmeket eloszlatni és megszerettetni a denevért a nagy közönséggel. A hatalmas barlanghoz nagyon sok papírra van szükség, ezért a múzeum munkatársai szívesen fogadnak WC-papír gurigákat és tojástartókat is. A denevéreket bemutató tárlat márciusban nyitja meg kapuit a Balatoni Múzeumban. Szurkolói ankétot tartott az UFC. A Nagykanizsai Labdarúgó Klub vezetése és a játékosok együtt várták a szurkolókat, hogy kötetlenül átbeszéljék a csapat körüli legfontosabb teendőket, történéseket. A találkozó ötlete már a tavaly nyáron elveszített, de óriási érdeklődés mellett lejátszott osztályozó mérkőzés után megszületett a vezetőkben.
Az azt bizonyította számunkra, hogy fontos az embereknek a kanizsai foci. Az elmúlt ősz, ahol az első helyen tudunk telelni, pedig a csapat részéről is bizonyította, hogy szándékuk van arra, hogy az NB3 felé meneteljenek. Ezért szeretünk volna ezt a kettőt összehozni. Először is a tervek. Ugye kik távoztak, kik érkeznek, vagy érkeznek az átigazolási időszakba. Az ankétra a kanizsai ultracsoport tagjai kérdéssorral érkeztek, a felvetésekre pedig szívesen válaszoltak a szakvezetők és a játékosok, hiszen az UFC-nél mindenki egyetért abban, a csapat legfontosabb feladata, hogy örömet szerezzen a szurkolóknak. Úgy gondolom, hogy minden sportban a legfontosabb, tehát mi a szurkolókért vagyunk, tehát őket szolgáljuk ki, nem a magunk szórakoztat, illetve ez is, mert szeretnek a srácok focizni, mindenki imádja a futballt, de igazán én úgy gondolom, hogy azért kell dolgoznunk, hogy a szurkolóknak megfeleljünk. Fontos lesz a megfelelő összhang a csapat és szurkolói között, hiszen nagyon fontos tavasz vár az UFC-re. Gombos Zsolt tanítványai első helyen várják a bajnokság folytatását, valamint a Magyar Kupa 8-at döntőjében is helyt kell állniuk. Most fontosabb híreinket újra megmutatjuk röviden. Muramenti malacságok, a legjobb bőlíreket keresték Murakeresztúron. Dalos találkozó, 12 dalkör és énekkar mutatkozott be Palinban. Szurkolói ankét, kötetlen beszélgetésre várta drukkereit az UFC. Önök a Kanizsa TV vasárnapi híradóját látták, figyelmüket munkatársaim nevében is köszönöm. További szép estét kívánok, viszontlátásra!